összefogással valósult meg a Belváros zöld szigete, a Rotary sétány a vásárhelyiek és a turisták kedvelt pihenőhelye lehet. Milliókat spórolhatnak a hódfürdőnél, hamarosan beüzemelik a szennyvízmérő órát a strand bejáratánál. A biztonságos közlekedés szabályairól óvodásoknak, játékosan a rendőrök komoly munkájáról. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. A Madarak és Fák napján számolhatunk be arról, hogy ünnepélyesen is átadták a Hódmezővásárhelyi Rotary Klub tagjai a Szőnyitől a Szent Király utcáig tartó sétányt a vásárhelyeknek. A kőfal mentén kialakított tanösvény a biológiai sokféleség egyik fontos bázisa lett, ahol az idelátogatók és különösen a diákok eligazodását információs táblák segítik. A beruházás 11,5 millió forintba került. A megvalósításnál fontos szempont volt a fenntarthatóság is, így a park a későbbiekben kevés utógondozást igényel majd. Még az utolsó percekben is gondos kezek csinosították a Rotary sétányt, amely kialakítása még tavaly ősszel elkezdődött szárazságtűrő növények és fák telepítésével. A Szőnyitől a Szent Király utcáig tartó szakaszra az elmúlt napokban még padokat, fecskevárót és tájékoztató táblákat is kihelyezett a jótékonysági szervezet. A városba látogató vendégeket ide ki lehessen hozni és meg lehessen mutatni ezt a kőfalat, amiről sokan nem tudják, hogy ez tulajdonképpen mit keres egy alföldi városban. És itt lesznek még információs táblák erről is, meg arról is, mindenféle ilyen dologról, úgyhogy még az információs táblák egy része nincsen kész, mert még folyik az egyeztetés arról, hogy mit is tüntessünk föl, mi is kerüljön a táblákra. A sétányra tematikus túrákat is terveznek, hiszen kialakításánál több fontos szempontot is figyelembe vettek. Egyrészt az itteni ökoszisztéma a városi klímára is pozitív hatást gyakoroljon, másrészt a fenntarthatósága is költséghatékony legyen. A biológiai sokféleséget támogatja meg ez a kis sétány. Nagyon sokféle éveli növény van, madárodók kerültek kihelyezésre, madár etetők kerültek kihelyezésre, tehát télen ide csalogatjuk a madarakat, nyáron pedig fészkelőhelyet biztosítunk nekik. Rovarhoteleket alakítottunk ki, ezek már nagy része ezeknek a kis lyukaknak már gazdára is talált, tehát meg lehet figyelni, hogy gyakorlatilag betapasztották ezek a zengőlegyek, méhek, fürkészdarazsak sárral, és már benne fejlődik a következő generáció. A 11,5 millió forintba kerülő tanösvény ünnepélyes átadóján a városvezetés is részt vett. A legszebb dolog az, hogy itt nem a városnak kellett helytállni, hanem a Rotary Klub tagok adományaiból valósult meg. Ez a város az mindössze anyagot adott. A régi város használt térköveit használták és építették be azokon a szakaszokon, ahol ez látható. Máshol, mint itt alattunk, például ez a mulcs vagy fakéreg biztosítja a bio talajt. Úgyhogy ez egy nagyon környezetbarát dolog, ez önmagában is pozitív. A sétányt az itt élők is örömmel fogadták. Nagyon szép növényeket telepítettek ide. Én az elmúlt időszakban, ahogy figyelem a növekedésüket, látom, hogy szinte napról napra bújnak elő a kis virágok, egyre színesebb lesz, egyre szebb, és hát várom, hogy mikor jelennek meg az első pillangók. A jövőbeni terv az, hogy ez a kőfal mentén húzódó sétány egyszer egészen a tájházig elérjen. Két hét múlva helyezhetik üzembe azt a mérőórát, amely pontosan fogja mutatni a Török Sándor strandfürdőből és a Gyarmati Dezső sportuszodából kibocsátott szennyvíz mennyiségét. A beruházás jelentős megtakarítást eredményezhet majd a cégnek, hiszen eddig nem volt pontos a szennyvíz mennyiség meghatározása. Fontos változás az is, hogy mostantól jelentős elhasznált víz kerülhet a Hódtói csatornába, ugyanis ami nem minősül szennyvíznek, az beereszthető a vízelvezető rendszerbe. Régóta szerepel a Hódfürdő Kft. Bakancs listáján egy pontos mérőműszer felszerelése, ami egyértelműen kimutatja, hogy mennyi szennyvizet bocsát ki a létesítmény. Ennek előzménye, hogy 2020-ra kialakult egy erőteljes aránytalanság a szolgáltató Alföldvíz ZRT felé kibocsátott szennyvízszámla és a valós vízmennyiség között. 2021. januárjában részletesen megvizsgálták a tételeket, mivel eddig a becsléseknek jelentős szerepük volt a szennyvíz mennyiségének meghatározásában. Ennek eredményeként igen komoly pluszkiadása lett a strandnak. 2021-re, márciusra kaptunk egy olyan kompenzációs számlát, amely 19 novemberétől 21 márciusáig megterhelte a céget gazdaságilag.
Egy kicsit ez kellemetlen volt, hiszen volt egy tervünk, egy gazdasági tervünk, és erre nem számítottunk, és ez gyakorlatilag 40 millió forint nettó összeggel terhelte meg a 21-es év működését. A cég ezt követően határozott arról, hogy a létesítmény mellett egy mérőórát helyeznek el. A munkálatok a befejezésükhöz közelednek, így várható, hogy mostantól radikálisan fog csökkenni a cég szennyvízszámlája. Az új mérőóra segítségével megelőzhetők lesznek a viták a létesítmény és a szolgáltatók között. Azt reméljük tőle, hogy az éves szennyvíz kibocsátásunk 25 és 30 millió forint közötti összeggel fog csökkenni. Az is komoly spórolást jelent a cégnek, hogy a létesítményből most már nem minden víz kerül bele a szennyvízhálózatba, hiszen a mennyiség egy részét a Hottói csatornába terelik. Ez a víz természetesen nem károsítja a környezetet, hiszen nem tartalmaz olyan összetevőket, melyek rontanák az élővíz minőségét. Az egyik kocsi az árokban kötött ki, mikor két autó karambolozott ma délelőtt a 47-es számú főúton a Mártéi elágazásnál lévő körforgalomnál. Valószínű, hogy a Szeged felől az elkerülő úton közlekedő jármű sofőrje nem adta meg az elsőbséget a körforgalomban haladó terepjárónak. Az ütközés következtében az egyik személyautó a szalagkorlátot átszakítva az árokba csapódott. A Hódmezővásárhelyi tűzoltók segítettek a bajba jutott személynek és a műszaki mentésben is. A közlekedési balesetben egy ember súlyosan megsérült, akit kulcscsonttöréssel és koponyasérüléssel szállítottak kórházba, egy másikat pedig megfigyelésre vittek be a mentők. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a baleset körülményeit még vizsgálják. Bűnmegelőzési és tolerancia nap lesz csütörtökön Vásárhelyen. Ehhez kapcsolódó rendezvény volt ma az Észak utcai óvodában, ahová a helyi rendőrkapitányságról érkeztek vendégek a gyermekekhez. Mándoki Anna főhadnagy az életkori sajátosságokat figyelembe véve játékos formában avatta be a kicsiket a rendőrök munkájába és abba, hogyan kell biztonságosan közlekedni. A cél az, hogy már a nagycsoportosok is időben találkozzanak ezzel a témával. Amikor jön egy bűnöző, elkapja a rendőr, és aztán börtönbe rakja. Ez a válasz érkezett arra a kérdésre, mivel foglalkoznak a rendőrök. Dr. Mándoki Anna és kollégája jártak ma az Észak utcai óvodában, hogy játékos formában beszélgessenek a gyerekekkel munkájukról. Fő témaik most az lesz az óviban, hogy egy kicsit érzékenyítsük őket a rendőrség felé, hogy bátran fordulhassanak a rendőrökhöz, hogyha arról van szó. Fogok velük egy kicsit beszélgetni a baleset megelőzésről is, hiszen nagyon sokan biciklivel járnak például az óviban is, hogy tudják, hogy kell közlekedni kerékpárral, és nyilván emellett fontos téma lesz az is, hogy idegenekkel nem állunk szóba, amit a szülők ugyan mondanak otthon, de azért egy rendőr szájából ez mégiscsak másképp hangzik. Más az autós közlekedésben volt jártas, így arról beszélt, hogy azon túl, hogy be kell kapcsolni a biztonsági övet, még mi mindent kell betartani. Jól kell viselkedni. És ez mit jelent? Hogy nem szabad kiabálni. A cigány önkormányzat korábban is szervezett tolerancia napot, és ezt a hagyományt a Nemzetiségi Tanács is folytatná. Azért is nagyon fontos, mert célközönség számunkra a legkisebb korosztály, ugye az óvodások, és hosszú távú stratégiánk az, hogy minden óvodát végig fogunk látogatni. Végtelen hálás vagyok, és köszönjük a segítséget a rendőrségnek. A Városi Bűnmegelőzési és Tolerancia Napra csütörtökön a BFMK-ban kerül sor, ahol elsősorban a felső tagozatos diákokra számítanak majd a szervezők. Az igényes szórakozás iránt nagy az érdeklődés Hódmezővásárhelyen, mondta Nagy Viktor vállalkozó, aki várhatóan egy hónap múlva újabb helyet nyit főként a fiatalok számára az Andrássy úti szolgáltatóház emeletén, ahol lesz biliárdszalon, de például csocsózhatnak is majd a kulturált időtöltésre vágyók. A helyszín kialakításával már 80%-ban elkészültek, azt remélik nem lesz akadálya annak, hogy június közepén megnyissák a komplexumot. Mától nem Kondzs Zsolt az MB3-as felnőtt futballcsapat vezetőedzője, ezt közleményben tudatta a Hódmezővásárhelyi Futballklub elnöksége a szurkolókkal és a város sportszerető lakosságával. A HFC elnöksége a klub közösségi oldalán megköszönte Kondzs Zsolt munkáját, ahol azt írták róla, hogy nehéz helyzetben kezdett bele egy komoly csapatépítési feladatba, amely megítélésük szerint jó úton haladt, viszont az elmúlt időszak eredményei elmaradtak az elvártól.
További edzői pályafutásához sok sikert kívánnak. A hátralévő három fordulóban Antal Krisztián látja majd el a vezetőedzői feladatokat. Kulcsfontosságú mérkőzést játszottak a hétvégén Papp Mihály tanítványai. A Balogh-Imsi sportcsarnokban fogadták az orosházi NKC U22-es csapatát. A gólgazdag mérkőzésen megérdemelt és magabiztos győzelmet arattak. Hódmezővásárhelyi LKC, orosházi NKC U22, 33-26. Az MB2-es női kézilabda bajnokság délkeleti csoportjában hétvégén két szomszédvár csapott össze. Jól kezdődött a mérkőzés, sikerült rassítani az orosházi fiatalok lendületét, és hamar magabiztos előnybe került a HLKC. A békés megyeiek nem adták fel, sokat próbálkoztak, de komolyabb veszély nem fenyegette a vendéglátók győzelmét. Végül 7 gólos sikert arattak törökék. Hódmezővásárhelyi LKC, orosházi NKC U22, 33-26. Igen, az első meccsen sajnos Orosházán egy góllal alul maradtunk a végjátékban, ezért lányok hozzáállásán maximálisan látszott, hogy vissza akarnak vágni az ott a vereségért, és ezt az elejétől kezdve nagyon koncentráltan meg is oldották. A HLKC 8. a tabellán. A legtöbb gólt nagy, 10-et, török 5 és 5-ös 4 szerezték. A bajnokság következő fordulójában május 14-én Gyomaendrődre látogatnak a lányok. Végül egy közérdekű információ, május 11-én, vagyis holnap napközben lezárják a Tóth Sándor utcát. Ez idő alatt a Városház utcán átmenetileg két irányba haladhat a forgalom. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, most a Vásárhelyi Magazin következik, melyben Budai Dániel összefoglalóját láthatják többek között a 29. állattenyésztési és mezőgazdanapokról. Híradóval pedig holnap 17:30-kor várjuk Önöket legközelebb. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!